Valójában az én tanulmányom egy kísérlet arra, hogy értelmezzük újra a magyar-európa politikát, az Európai Unióval kapcsolatos gondolkodásunkat és stratégiánk kidolgozását, és nagyon röviden gyakorlatilag arról szól, hogy az Európai Unió számunkra egy idegen nyelv. Amit ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint bármilyen más idegen nyelvet. Ugyanúgy megvan a maga nyelvtani szerkezete, szókészlete. Ezt más népeknek adott esetben könnyebb lehet megtanulni, mert jobban hasonlít az ő politikai fejlődésükre. A mi politikai fejlődésünk máshogy alakult, nekünk. Több erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy meglássuk a logikát mögötte. De ha meglátjuk és megtanuljuk ezt a logikát, akkor ez bőségesen megtérül, hiszen sokkal eredményesebben tudjuk képviselni a nemzeti érdekeinket, és sokkal több mindent el tudunk érni az Európai Unió belső döntéshozatali csatornáiban is. Én magam is, amikor miniszter voltam, és tárgyaltam az Európai Bizottsággal, akkor próbáltam megérteni a logikájukat. De ez nekünk magyarul nehéz, mert kulturálisan máshogy vagyunk programozva. Mi, mi végig azt tanuljuk az iskolában, és arra vagyunk nevelve, hogy egy erős központi hatalom az, ami a magyarságot megőrzi. Ugye számunkra a történelem legfőbb küldetése az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, ne asszimilálódjon, ne tűnjön el a nyelve, ne tűnjön el a kultúrája. mondjuk egy francia vagy egy angol számára merőben elméleti beszél. ilyen nem fordulat elő. Nálunk az egyik legfontosabb probléma. És ezért mi a magyar államban bízunk mindenekelőtt egy erős központosított államban, miközben azt láthatjuk, hogy az Európai Unióban pedig egy rendkívül bonyolult, sok csatornás, több politikai térrel rendelkező időnként nagyon puha szabályokkal bíró politikai tér vár minket, ahol bizony sajnos az egyszerűbb és merevebb szabályokhoz szokott magyar szereplő elvész, vagy tanástanul bolyong. Egy erős és cselekvőképes állam született meg 2010-től kezdődően fokozatosan, ami érezhető a kormányzati politikákban is, világos célkitűzések mentén határozott cselekvéssel. Ugyanez igaz az Európai Unióval való kapcsolatrendszerben is sokszor konfliktusokkal, de nagyon sok területen nagyon jó együttműködéssel. Most egy olyan állam gépezetünk van és egy olyan kormány van, amely világos célkitűzéseket határoz meg, és hasonlóképpen az Európai Uniós partnereink is világos célkitűzések mentén dolgoznak. Ezek időnként egymásba simulnak, időnként egymást kiegészítik, és időnként pedig látványos konfliktusokat eredményeznek. Ezt a kötetet minden generációnak ajánlom, aki egyetemistánál idősebb, vagy éppen most épp egyetemista, és kíváncsi ennek a tíz évnek a történelmére, ennek a szellem történetére, ennek az intellektuális történetére. Ez egy olyan kötet, amely évről évre értékesebbé válik, hiszen mi magunk is akik résztvevői voltunk ennek a tíz évnek, sok apró részletet, vagy aspektust, vagy megfontolást elfelejtünk, vagy éppen nem vettük észre, a kötetből ezeket felfedezhetjük újra.